Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon az októberi Norbi Update videó keretén belül. Már múlt hónapban elkezdtem ezt a sorozatot, minden hónapban beszeretném mutatni, hogy milyen új szerzeményekkel bővült a gyűjteményem. Ma se lesz ez másként, be fogom mutatni nektek egyesével, hogy milyen kiadványok érkeztek hozzám októberben. Itt van előttem ez a nagy pakk. Darabszámra egyébként kisebb, mint a szeptemberi szerzeményeim voltak. Talán annak is köszönhető, hogy 2 hetet külföldön a tengeren túlon töltöttem, és nem volt időm ezzel foglalkozni, de ettől függetlenül azért nem késtem le az akciókról, mint például a MediaMart-os akcióról, illetve a Providaus akcióról sem. Ezek közül csak a MediaMart-os csomagom érkezett meg, a Provideos majd csak a novemberi Norbi Update videóban lesz látható. Mit is kaptam októberben? Volt itt csomag az Express-től, volt itt csomag a MediaMart-tól, jött pár kiadvány a Zavitól, aztán az Amazontól, a Film Arénától, megjött a nagy pak, akkor érkezett kiadvány az HD Zitától, azaz HD Zitától, érkezett kiadvány a Blue Fence-től, és érkezett kiadvány a Mantalaptól is. Na akkor esünk neki, jobbról balra fogok haladni, hogy ezek az ínyenc falatok a végére maradjanak. Kezdeném mindjárt az Express csomagommal, melyben volt egy könnyű nőcske Blu-ray, akkor egy Gothica Blu-ray, mert én ugyan már megvettem Csehországból is, nagyon kedvező áron, de hát azért a magyar borítós mégiscsak jobban mutat a gyűjteményemben. Akkor van itt egy Hopp, akkor Juli és Julia, két nő egy recept Blu-ray, akkor van itt egy UHD a Vihasziget, és akkor jöjjenek a Steelbookok, a Terminator Steelbook. Egyébként ezzel kapcsolatban egy picit csalódott vagyok, bár lehetett számítani, hogy ez lesz aztán a végkifejlet. Ugyanis pár hónappal ezelőtt, amikor a Bonton film bejelentette, hogy meg fog jelenni a Terminator Genesis Steelbookba Magyarországon, akkor egy egész más borítót közölt, viszont arról időközben kiderült, hogy ez egy VEA Steelbook, ezért Magyarországon az nem kerülhet forgalomba, úgyhogy behozták a nemzetközi változatot, úgyhogy ez lett az. Igazából örülök neki, és valahol itt a hátam mögött megvan egyébként a filmarénás változatból is az összes, de igen, ott van egy nagy doboz, de kellett külön steelbookba, és erről majd lesz egy unboxing, és akkor az utolsó Express szerzeményem, ez a Jurassic World volt, ez a színes borítós változat. Akkor jöjjenek a MediaMart-os szerzeményeim, itt van a fekete Jurassic World Steelbookban. Akkor itt van a kék Indoraptoros Jurassic World Steelbookban, szintén MediaMart, egyébként ezt akciósan vettem, azt hiszem 15%-ú kedvezmény volt rá. Őrült Dilis szerelem, ez nagyon kedvező árban volt, úgyhogy ezt muszáj volt megvennem. Valami Amerika 3. Hát sajnálom egyébként, hogy az első részt a kiadó nem vállalta be, pedig itt lett volna a remek lehetőség. Igazából azt nem fogadom el kifogásnak, hogy nincs a Blu-ray iránt kereslet, mert szerény véleményem szerint lenne, ha okosan forgalmaznák, és okosan adnák ki ezeket a kiadványokat. Végre megvan a Baby Úr, szintén akciósan vettem, ez a 3D plusz 2D-s változat. És akkor van itt még pár akciós, a nagy dobás, ebből egyébként már megvan a cseh verzió is, úgyhogy ezt majd valószínűleg el fogom adni. Itt a magyar borítós az ugye jobban néz ki. Akkor jön a Xi Simon, vagy Simon. És az utolsó MediaMart-os, a Baywatch Blu-ray. Ebből is egyébként megvan a cseh változat, de hát magyar borító az ugye jobban néz ki. Akkor most essünk neki a Zavinak. A Zavitól azt hiszem, hogy csak ez a kettő kiadvány érkezett, ez a Bolt Steelbook. Ez, ha jól látom, akkor csak edlemezes, igen, edlemezes Steelbook. Akkor megjött az Atlantis The Lost Empire.
azt a magyar címe Atlantis, az elveszett világ, ha jól tudom, ez is csak egylemezes. Ez a kettő jött az Avitól, és akkor most nézzük az Amazon szerzeményeket. Igazából, ha jól tudom, akkor kettő Amazonból rendeltem, az olaszból és a németből, vagy a németről. Megjött a Forrest Gump, melyet én egyébként a 4K-s kiadványomnak szánok, úgyhogy ebből kiveszem a lemezt és belerakom a 4K-s változatot. Sajnos lemaradtam annó az ázsiai verzióról, melyen rajta lett volna a magyar szinkron is, mármint hogy a 4K-s lemezem, úgyhogy most így kénytelen voltam beszerezni Olaszországból, de nagyon jó volt az ára, ezt már ki kellett bontanom, mert eléggé bizonytalan volt a csomagolás, és meg szerettem volna győződni róla, hogy hibátlan. Itt van a Rampage, ez a 4K Ultra HD Plus Blu-ray változat, és ha jól tudom, akkor mindkét lemezen ott van a magyar hang és felirat. Ja igen, rendeltem még az angol Amazonról is, bocsánat, ez kimaradt, ez a Stretch. Nem tudom, hogy ennek magyarul mi a címe, talán a sofőr, vagy valami ilyesmi, hát írjátok meg kommentben, hogyha tudjátok, hogy mi a magyar címe. Ezen is természetesen ott van a magyar szinkron és felirat. És akkor most jöjjön kettő kiadvány a német Amazonról. Az egyik a Justice League-nek a rajzolt borítós változata. És a másik, az pedig a Commuter, a Steelbook változata. Ennyi volt tehát az Amazon, és akkor most rátérnék a Film Arénára. Hát van itt 4 Steelbook, még mielőtt itt rátérek a full slip-es kiadványokra. Először is kezdeném a szólóval, ugyanez már megvan Magyarországról, de szerettem volna egy olyan változatot is, melyen itt a gerincén megtalálható a cím. És ahogy látjátok itt a frontján, egyébként így kellett volna kiadni Magyarországon, és nem olyan trehány módon, mint ahogy megjelent, hogy ez a szóló felirat itt kicsit le volt csúszva, és az egész, ez a front grafikája, a J-Cardon levő grafika teljesen le volt csúszva. Hát igen, ott odafigyelnek, Csehországban odafigyelnek, a kiadványokkal Magyarországon kevésbé. Hát nem tudom, ezt majd inkább egy külön videó keretén belül fogom kommentálni. Egyébként még annyi különbség, hogy ebben van 3D-s változat is. Sajnos a 3D-s, sajnos egyáltalán ezen a kiadványon nincs magyar vonatkozás, de a Steelbookért vettem, úgyhogy az megvan. Akkor jöjjön itt a Hellboy 2 Steelbook. Ez egyébként megjelent Magyarországon is, csak én korábban rendeltem meg Csehországból. És utána már nem akartam visszamondani. Egyébként ugyanaz a tartalma, mint a Magyarországon megjelent változat, csak annyi, hogy angol a J-Card, illetve hát angol a hátlapja. Ebből majd lesz egy unboxing. Akkor van itt a Deadpool 2 VEA Steelbook, ez a Film Arénának az exkluzív kiadványa. Ebből természetesen majd fog jönni a többi full sleep, XL full sleep doboz is, majd ha megjelenik elvileg ebben a hónapban, vagy jövő hónap elején. Úgyhogy ez csak így előjáróban, majd ebből is tervezek egy unboxingot. És akkor itt van a Bosszúállók, a Végtelen Háború Steelbook. Sajnos ez egyáltalán nem jelent meg Magyarországon Blu-ray-en. Hát igazából nem teljesen értem a filmkiadás logikáját Magyarországon, most lehet, hogy síkhülyék ülnek mindenhol, de hogy ezt nem adták ki, hát az megbocsáthatatlan bűn. Na, akkor nézzük meg itt ezt a két oszlopot, ezt a két nagy pakkot, akkor még folytatnám tovább a filmarénás szerzeményeimmel. És akkor itt van a Prometheus egyik XL-es változata, egyébként ez a Edition 3, az a harmadik kiadás, és ha látjátok, nem tudom, hogy mennyire jól látszik ez a kamerában, itt ilyen 3D-s ilyen arc van az elején, egyébként már az Alien-nek, ami itt van nálam, a Covenant-nek is ugyanilyen volt a borítója, csak annyi a különbség, hogy az egyik full slip, a másik full slip XL. Úgyhogy jól fognak majd kinézni egymás mellett. Most ezt így megpróbálom így a kamerába valahogy bemutatni. Szóval ez a Covenant, ez már korábban jött. Ebből is természetesen megvan az összes. Úgyhogy ez volt az első.
akkor itt van a Prometheusnak ez az első full slipje. Ezt nem is tudom, hova rakjam majd ezt így ide, lerakom. És akkor itt van a lentikuláris, illetve hát a dupla lentikulális változata. Így, most így próbálom ezt valahogy bemutatni így a kamerába. És a legvégére hattam az utolsó Filmarena dobozt, boxot, ez pedig ugyanaz, amiket előbb bemutattam, ez a három Prometheus plusz még egy ajándék, így néz ki ez a nagy doboz. Azt már bizonyára tudjátok, hogy én a Filmarénának nagy rajongója vagyok, ezért megvan az összes Filmaréna collection kiadványom, kivéve az elsőt, amit most aranyárban vesztegetnek egyébként az eBay-en, legutóbb, amikor néztem, akkor olyan 1000 euró környékén volt, de ki lehet már fogni 6-7-800-ért is időnként, úgyhogy arra még vadászok, hogyha ilyen elfogadható áron lesz, akkor lecsapok rá, viszont kellene belőle, mint a sorszámozott, illetve a sorszámozatlan változat is, úgyhogy erre, hát nem tudom, elég sok pénzt kell majd költenem, majd egyszer. Úgyhogy így néz ki ez a box. Ez volt tehát a Prometheus, ez a nagy doboz, egyébként jó nehéz, és hát ezt így arrébb is rakom. És akkor még a Filmarénától érkezett egy ilyen ajándékmágnes is a Blade Runnerhez. Ez ilyen lentikuláris mágnes, ezt majd rá fogom rakni valamelyik steelbookra, nagyon jól mutat. Na és akkor jöjjenek az ázsiai szerzeményeim, előbb az HDZ-tás szerzemények, melyek közül megjött a Jumanji. Ez, ha jól látom, akkor egy dupla lentikuláris változat. Ja nem, bocsánat, rosszul látom, ez csak egy sima lentikuláris változat. Tehát ez a Jumanji vár a dzsungel, vagy vár téged a dzsungel, nem tudom pontosan, hogy mi a magyar címe. Angolul Jumanji Welcome to the Jungle. És ugyanúgy az HDZ-tától megjött a Blade Runner, az első Blade Runner, Final Cut. Ez a dupla lentikuláris változat egyébként. Ezeket a kiadványokat nem szoktam kibontani, de most gondolkodom azon, hogy lehet, hogy kéne mindenből csinálni egy ilyen gyors unboxingot. Már legalábbis ezekből egy hosszabbat, de az egyszerű kiadványokból viszont egy nagyon gyorsat, nem olyat, mint amit korábban csináltam a QuickBoxit néven, hanem egy picit részletesebbet, de ugyanúgy gyorsat. És akkor itt van előttem a Blue Fence, ez pedig a Star Wars The Last Jedi, azaz a Star Wars az utolsó Jedi. Ez is egy one-click box, ami azt jelenti, hogy full slipek található benne, azt hiszem 3 full slip. Ebből egyébként megvan az összes, hogyha így hátulra nézek, akkor itt bizonyára látjátok, itt van az előző 2 Blue Fence-es one click, úgyhogy ez majd szépen ide kerül mellé, és majd a Rogue One-t egy kicsit arrébb tolom. Na, akkor ez volt, és az utolsó szerzemény, amit pontosan az a hónap utolsó napján esett be hozzám, ez pedig a Mentalab-tól a Ready Player One One Click. Egyébként erről tudni kell azt, hogy a lemezeken ott van a magyar szinkron és felirat mint a 4K-n, mint a Blu-ray-en. Szóval így néz ki ez a One Click. Ezeket csak fölrakom a polcra egyébként, legalábbis eddig úgy tettem. De hát lehet, hogy gondolok egy nagyot, és nekiülök itt kamera előtt kibontani ezeket. Úgyhogy ennyi volt az októberi szerzeményeim listája, vagy hát bemutatása. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, hogyha szeretnél még hasonló videókat látni a jövőben, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jövök vissza, addig nézzétek meg a többi videómat is. Legyen szép napotok, sziasztok!